Kedves Zoltán, úgy terveztük, hogy az Egyházkerület nagy családjának ünnepén, a Paksi Missziói Napon köszöntünk majd téged, kerek születésnapod alkalmában, de hát most úgy alakult, hogy egyébként be kell élned ezzel a virtuális köszöntéssel és öleléssel. Több mint 50 éve ismerem a hangodat, még gimnazistaként mindig lelkesen hallgattam a foci közvetítéseket a rádión keresztül, és hát akkor nem is álmodtam arról, hogy egyszer majd kollégák leszünk. Na nem a sportközvetítésekben, hanem az istentiszteleti szolgálatban, hiszen 2003-tól, amikor a Deák téri gyülekezet egyik parókusa lehettem, rendszeresen együtt szolgálhattam veled az ünnepi istentiszteleteken. Te voltál, te vagy a gazdája az ige felolvasásoknak, és nekem mindig megnyugtató volt, és tényleg ünnep volt, amikor a te hangodon szólalt meg az evangélium. Az is sokat jelent számomra, hogy a hamarosan megjelenő interjú kötetben arról vallasz, hogy legkedvesebb ünneped a pünkösd, mind a ketten pünköst havába születtünk, és tényleg számomra is nagyon drága ez az ünnep, ami tulajdonképpen a kommunikációnak is az ünnepe, Isten ember és ember-ember megértésének az ünnepe. Én tudom, hogy te ige olvasó, nem csak olvasó, de igét megértő és továbbadó testvér is vagy, ezért most engedd meg, hogy születésnapod egyik útmutató igéjével köszöntselek téged, ami Pál hűséges munkatársának, Timóteusnak íródott, és több olyan sor van, ami azt hiszem számodra is sokat jelenthet. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, ez az örök ifjakra is érvényes, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot. Legyen gondod önmagadra, tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat és hallgatóidat. Nem tudok én se többet kívánni neked, mint hogy ezután is legyen gondod a Szentírás felolvasására, azt a sok ajándékot, amit felülről kaptál, továbbra is kamatoztas sokunk örömére, legyen gondod önmagadra, kedves feleségedre és Zsuzsára, akit ugyancsak köszöntünk, hiszen nagy igazság, hogy egy férfi akkor tud a hivatásának igazán élni, ha van egy megnyugtató hátország mögötte, és így köszöntünk téged Zsuzsával együtt. És nagyon-nagyon remélem, hogy minél hamarabb élőben is, valóságban is megölelhetünk téged, és minél hamarabb újra hallhatjuk a te hangodon az evangéliumot, és a te hangodon a tudósításokat minél több magyar gorról és az Erősvár FC győzelmeiről. Isten éltessen, Zoltán!